Kassza Tamás, lezárás specialista Marosvásárhelyen. A jó kis kaja után egy kis ice coffee. És megyek körömcsipeszér, mert kijön a tévé is. Rádióban nem látszik, hogy mekkora a körmöm. Ez ugye elég nagy. Utálom levágni. Arra gondoltam, hogy elmegyek egy manikűröshöz itt, de olyan hotelben vagyunk, ahol a tulajdonosok nem nagyon figyelnek arra, hogy igazi törődést adjanak. Német tulajdonosom, tehát nem a erdélyek ilyenek. Úgyhogy el kell, hogy menjek körömcsipeszért. És amit akarok mondani, hogy 3 teltházas előadásom lesz, sőt 4 teltházas előadásom lesz. És ha meg akarod tanulni azt, hogy ezt hogy csináld, akkor keres rá a Tréner akarok lenni, segíts Tamást Facebook csoportomra egyrészt. Másrészt pedig gyere el a szeptemberi kaszanapra, mert ott konkrétan megkapod azokat az eszközöket, amiket én is használok. Ugye azt, amit én tudok, Olá Tamás fogja elmondani. Temesvári Ricsi, Vezer István pedig abba segített nekünk, hogy hogyan kell stratégiákba gondolkodnunk. Ők ketten az egyedüli olyan marketingesek, akik valaha ügyfeleket hoztak nekünk. Tehát itt mindenki nagyon szép dolgokat mondott, hogy mennyire faszán meg tudná csinálni a marketingünket, ha elnézést. És konkrétan 0 forint bevételünk volt belőle. Ők viszont sikerdíjra rengeteg embert hoztak, és a Ricsinek nagyjából 1,5 millió forintot fizettünk ki már jutalékokba, ami ugye azt jelenti, hogy 15 millió forintot hozott nekünk, és Vejzer István is hasonló szituációval van. Mind a kettőktől jöttek VIP extrás ügyfelek is, nem csak a Jedit. Vejzer István, aki ajánlást adott, azok gyakorlatilag 30 percen belül utalták a vezetői kommunikációs képzéseket. Tehát ténylegesen nagyon-nagyon jó lesz a nap. Nagyon hiteles előadókkal, pénzkeresésről lesz szó, nem pedig elméleti dolgokról. Főleg arról lesz szó, hogy saját magadat hogyan kell marketingelned, hiszen akik eljönnek, 80%-uk magánember. Várunk!